Az élet csodaszép, a jól ismert karácsonyi történet bemutatójára készül a Pannonvár Színház, melyet különleges formában élő rádiójátékként visznek színre. Az előadás az 1940-es években bemutatott Azonos című filmen alapul, és arra mutat rá, hogy semmi sem reménytelen. A Veszprémi a darab magyarországi ős bemutatója lesz. Hölgyeim és uraim, ne felejtjék, a ma esti műsorunkat az egész országban sugározzuk, és a rádióhallgatók teljes élményéhez az önök reakciói is hozzátartoznak. Magyarországon elsőként a Pannonvár Színházban elevenedik meg élő rádiójáték formájában George Bailey története. Egy földlakónak a segítségükre van szüksége. Mennyei! Talán beteg? Nem. Sokkal rosszabb. Boldog. A darab főszereplője szenteste kerül reménytelen helyzetbe, melyből úgy érzi, egyetlen kiút az öngyilkosság. George-nak ekkor megjelenik egy Clarence nevű őrangyal, aki megmutatja neki, hogy halálával mit veszítene a világ. Azt feszegeti, hogy mi az ember szerepe a közösségben, egy adott közösségben és a társadalomban, és az, hogy nem bármilyen probléma adódik egy ember életében, nem lehet annyira önző, hogy azt a megoldást válassza, hogy ő eldobja magától az életét. Hiszen egy probléma az csak az adott pillanatnak a problémája, és hogyha egy kicsit más szemszögből vizsgáljuk meg a dolgokat, akkor lehet, hogy nem is tűnik akkora bajnak. Izgalmas, összetett előadás született, ahol a környezeti zajokat is a színészek hozzák létre. Játék a játékban, a szereplők amerikai színészeket alakítanak, egy-egy színész 10-12 karaktert formál meg. Nyilván mindenféle karakter, különböző karakterek különböző hangtónusba kerülnek azáltal, hogy milyen szerepet formálunk meg, milyen személyiséget formálunk meg. Itt nincs kecmec, egyik pillanatra a másikra kell váltani. Nyilván ez egy olyasfajta felkészülést igényel, hogy ha beleírva nincs is, nyilván a sorok között ott van, hogy milyen az otthoni felkészülés, hogy milyennek képzelem ezt a karaktert, hogy van benne a fejemben, milyen ruha van rajta, én legalábbis így dolgozom ezzel. Az élet csodaszép 1946-ban filmformájában Amerikában lett óriási siker. 1996-ban szintén a tengeren túlon készült belőle élő rádiójáték. Csukás Márton és Csukás Barnabás fordításában ez kerül most a veszprémi nézők elé. Szombaton este lesz a premiér.